Na, sziasztok! Mala vagyok, és gondoltam, ha már beígértem ezt a videót, akkor el is készítem. Gyakorlatilag nagyjából megdumáljuk, hogy mi volt az elmúlt, hát másfél-két hétben. Kezdjük a legelejéről. Nagyjából úgy indult a történet, hogy hát most már talán 3 héttel ezelőtt kezdtem érezni, hogy itt valami nem jó, oda bent. És hát nyilván, amikor ilyen dagadt vagy, mint én, akkor így lefut a szoftver a szemed előtt, hogy hát dagadt vagy, fáj a szíved, meg fogsz dögleni, szívinfarktusod van, agyvérzésed és sztrókod, és gyakorlatilag jönnek így a statadatok. Úgyhogy eléggé be is szartam mondhatni. Hát ezt követte azt, hogy gondoltam, akkor kezdjünk a helyzettel valamit, ilyen házi orvos, Orbán egészségügy és társai keretén belül gondoltam, megoldjuk ezt a kis fizetett TB-d után a kis történetet. Na hát ebből az lett, hogyha neked valami szívpanaszod van, vagy legalábbis baloldalt fájlalod a mellkasodat, akkor kapsz egy ilyen remek időpontot októberre, EKG-ra. Tehát, hogy most így októberig így... Te veled mi történik, azt így hát old meg magadnak. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt megpróbáljuk valamilyen más úton, módon megoldani. És rákerestem, hogy hol lehet mondjuk fizetőszolgáltatás keretén belül csináltatni egy EKG-t és társai. Na, a lényeg az hozzá, hogy gondoltam, hogy nem lesz ebből akkora baj, majd legfeljebb egy kis pénzbe kerül, és akkor megoldjuk. Na, erre jött a múlt hét, nem akarok hazudni, csütörtök, aminek következtén belül az egy elég furcsa tény nálam, amikor mindig hullafáradt vagyok reggel, és nehezen szoktam fölkelni. Nem az ébresztő órára ébredtem föl, hanem arra, hogy valami most már úgy nagyon nem kerek, és mivel eléggé döntésképtelen szoktam lenni ilyen szituációkban, fölhívtam az egyik ismerősömet, hogy szerintem a halványlila szözt csinálja. Na, ebből lett az, hogy ő azt mondta, hogy ő az én helyembe fognám bemenni magam kórház sürgősségi, azt majd lesz valami. Úgyhogy gondoltam, kipróbáljuk ezt a kombinációt. És szépen felöltöztem, nekivágtam, busz, mi egymás, halleluja, irány a sürgősség, ott elkönyveltem magamból, hogy majd biztos ott fogok kücsörögni egy, mit tudom én, cirka estig, de hát legalább majd történik valami. De most ebből lett az, hogy viszont a szervezet az úgy gondolta, hogy ő nem fog várni estig, és a buszon már kezdtem olyan kurvára szarul lenni, hogy levert a víz, minden bajom volt. Nyilván a pánik az biztos sokat hozzásegített a történethez. És hát már azon vergődtem magamból, hogy mi a túrót csináljak, mert hát nem akarom itt földobni a pacskert rögtön a buszon, még nem játszottunk végig egy csomó jó játékot, hogy hát én csak szólok a sofőrnek, hogy szerintem most hívjunk egy mentőt, mit tudom én, mindegy, valami legyen. Úgyhogy bekopogtam a sofőrhöz. Hát ő mondta, hogy szerinte jobban járok, hogyha valahogy kibírom, mert valószínűleg hamarabb odaérünk busszal, mint hogy ő beszól, szereznek egy mentőt, az kijön, visszamegy. Tehát gyakorlatilag ugye nyilván azon a buszon ültem, amelyik pont a kórházhoz megy, hogyha még kibírok egy pár megállót, akkor valószínűleg jóval hamarabb oda fogunk érni, mint a mentő. Hát mondom, oké. Okay. És akkor egyébként meg kurva nagy mákom is volt, mert ez ugye nyilván egy viszonylag hajnali, kora reggel időpont volt. Mondom, még az ébresztő óra előtt ébredtem fel az ágyba. Úgyhogy a buszon ment befelé valami nővérke, aki szintén a délpesti kórházba dolgozott, mert ha Csepperről oda fogsz kerülni, akár akarod, akár nem, jó esélye. És akkor gyakorlatilag ő betelefonált, hát ott dolgozik, meg volt egy pár embernek a száma, és gyakorlatilag úgy jutottam be a kórházba, hogy leszálltunk a buszról, a buszmegállóba, oda kijöttek a srácok egy, hát ilyen tolható,
nem tudom, minek hívják, nem hordágy, mert az ilyen cipel, mindegy, egy ilyen kórházi ágyszerűséggel, azt így kitolták, rábasztak, bementünk, csináltak legalább EKG-t, vérvételt, mindenféle hülyeséget, legalább nem kellett ott ülnöm estig, végül is a sok rossz között mondhatni, ez egy pozitív tulajdonság a történetnek, és hát kiderítették, hogy nem aznap fogok megdögleni, de hogy el kéne végezni egy jó pár vizsgálatot, hogy kinyomozzák, hogy mi a fasztól lettél te rosszul, és ez azért egy nagyon jó időzítéssel történő kórházba kerülés, mert ugye csütörtökön reggel még csináltak valamit, és utána jön a 4 napos ünnep. Ugye szombat, vasárnap, hétfő, kedd, augusztus 20, ezt ők is tudták, én is tudtam, mindenki tudta, hogy egy magyar kórházban ünnepek alatt a fű sem fog nőni. De tényleg nem fog nőni a fű sem. Tehát, hogy így egyáltalán biztosan nem fog semmi történni. Tehát ahhoz, hogy kivizsgálják az embert a sürgősségi után, alig 7 napot kell várni. Csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd, ez jó, akkor 6. De nem, mert szerdán csinálják a vizsgálatot, tehát tulajdonképpen 7. Akkor mondtam nekik, hogy mert azért jobban lettem egy óra alatt, fasz tudja. Mondtam nekik, hogy ez kurva jó, meg minden, de mondjuk, hogy menjek már haza arra kibaszott 4 napra, visszajövök szerda reggel, megcsinálják a vizsgálatotokat, és kurva jó. Na most nyilván erre azt mondták, hogy hát nyilván el lehet menni saját felelősségre, de viszont, hogyha elmegyek, akkor a vizsgálatokat azt majd valamikor így októberben. Hát mondtam, hogy ez így nagyon jó, oké, októberben. Az nagyszerű lesz, úgyhogy ugye kiseggeltem ezt az időtartamot oda bent a kórházba, úgy ahogy. Hát ez egy szuper kalandnak, szuper abszolút csúcskategóriás kalandnak is el lehetne adni hollywoodi filmekbe. Hát kezdjük az alap tényeket. Ha neked valami bajod van, akkor az utolsó dolog, amit tegyél, hát legalábbis itt Délpesten, hogy bemész egy kórházba, azt ne tedd. Ugyanis csak azért tudok ilyen jókedvel, meg viccesen beszélni a dolgokról, mert én úgy kerültem be, hát hogy lábra tudtam állni, tehát hogy én úgy el tudtam intézni a saját dolgaimat. De mondjuk, hogyha vittem én olyan komoly bajod van, hogy ezt nem tudod megtenni, mert mondjuk ágyhoz vagy kötve, vagy műtét után vagy, és szét vagy vágva, és pittyeg az infúzió, és nem tudod elintézni a saját dolgaidat, akkor azért egy sokkal keményebb történet lett volna, mert hogy nem törődnek az emberrel, ez biztos. Tehát, hogy mondjam, de nem akarok rosszat mondani az ott dolgozókra, véletlenül sem, mert akik ott dolgoznak, igazániból mindegyik tök kedves, aranyos volt, tök jókat tudtunk velük dumálni. Csak hogy kórházban ugye nem azért megy be az ember, hogy tök jó fej emberekkel találkozzon, akikkel miközben bagóznak az erkélyen, tök jókat tud dumálni. Mert az mondjuk nem boldogított volna abban az esetben, ha mondjuk halottat tettetek az ágyon. Így. És közben ők éppen valaki mással dumálnak tök jót az erkélyen. Tehát, hogy szerintem azt hiszem érthető, hogy mire akarok kiukadni, hogy nagyjából arra, hogy oké, hogy van egy kórház, oké, hogy vannak benne emberek, de hogy például okáért azért kellett 7 napot várni egy vizsgálatra, mert nem volt a kórház területén olyan ember, aki el tudott volna indítani egy alapszintű diagnosztizáló eszközt, mert hát mi a faszé lenne ugye ott? Hajrá előre! Szóval, ja, ez egy ilyen kisebb probléma, és mondjuk a jövőt számításba véve, ugye öregszik az ember, előbb-utóbb lehet, hogy lesz nyavajája, baja, gondja, stb. Mindenkinek teljes szívemből tudom ajánlani, hogy kezdjen el félrerakni lóvét. Már nem azért, hogy ezeknek adja oda a hálapénz, meg ilyen hülyeség nyalát, hanem azért,
hogy meg tudja finanszírozni azt az orvosi ellátást, amit nem ezek nyújtanak. Mert ha ezeken múlik, te megdög lesz. Na jó, és most ez tényleg nem bántás, mert tényleg kedves, aranyos, mit tudom én, még lehet, hogy lelkes emberek is vannak bent, de biztos, hogy egy olyan orvosra akarod bízni magadat, aki mondjuk 18 éves, lehet, hogy még az orvosit se tette le, és tök kedves, és tök aranyos, de lehet, hogy inkább egy olyan emberrel szeretnéd megműtetni magad, aki már csinált ilyet. Tudom, buzis, de szóval, na mindegy. Na jó, ezen ne lovagoljunk. A lényeg, hogy elkezdtem letöltendő börtönbüntetésemet a kórházba, hogy megcsinálják ezt a vizsgálatot. Gyakorlatilag innen indult a kalandok sora, mert hát nyilván egy rendes kockához méltó van. Én nem nagyon bírom az ilyen kórházi bezártságot, hogy így üsznyálozva ágyon nézed a plafont, nem történik semmi. De az első probléma, amit meg kellett oldani, hogy ha már szereztem durván egy hónappal ezelőtt egy nyomorult telefont, akkor kéne hozzá egy töltő, mert körülbelül, mit tudom én, x óra múlva le fog merülni a telefon, és onnantól kezdve szopóról le. Úgyhogy technikailag, amíg bent voltam a kórházba, kétszer szöktem haza. És a másik dolog egyébként, ami miatt ezt megtettem, az pedig az volt, hogy ott vagy egy szál nadrágba, egy szál gatyába, egy szál pólóba, és így belegondolsz, hogy ott leszel egy hétig. Jó, lehet, hogy van, aki kibírja, nekem ez egy ilyen kicsit húzós gondolatnak tűnt, hogy ugyanabban a hatukában egy hétig rohadni a kórházba, az úgy kemény. Úgyhogy rögtön az aznapi szökést, azt meg is oldottuk, szereztem töltőt, egy pár váltás gatyát, bevittem a jó kis fehér malás pólókat, mert azok már úgyse jók semmire. És akkor így kezdtem el letölteni a börtönbüntetést a kórházban. Ezen valamennyit segített az, hogy ugye nekem igazániból most született az első okostelefonom, az első mobilnetem, meg minden ilyesmi. Úgyhogy gondoltam, hogy egyfelől fogyókúra keretén belül, meg valamivel el kell baszni az időt, egy kicsit rákattantam ott bent a Pokémon Go-ra. Úgyhogy a kórház idő nagy része az azzal telt, hogy ott lent van egy ilyen park, tök minden legtöbb kórházban van, itt is. Gyakorlatilag mentem körbe, mint a bolygó hollandő, és dobáltam a Pokémon labdát, barátkoztam a helyi macskákkal, úgyhogy gyakorlatilag egész jól sikerült előtni tulajdonképpen az időt. Yep. Aztán kiderült, hogy ott hátul van, hogy a francba hívják ezt, pszichiátria, meg zárt osztály. Ugye én is kezdtem aggódni, hogy gyakorlatilag egy 6-6 órát töltök azzal, hogy a pszichiátria árnyékába hátul a dzsindzsásba, képzeletbeli pokémonokra vadászok círmivel. Már úgy vártam, hogy így, hogy mikor lopózik mögöttem három ilyen fehér ruhás fickó egy kényszerzubbonyol. Na, figyelj, most elkapjuk most. és bevágnak egy pár évre, amíg elmagyarázom nekik a tévedésnek a miben létét. Hál' Istennek ez nem történt meg. Viszont a kurva nagy unalomba sikerült az egyik nénivel dumálni, már hogy onnan is szögdösnek egyébként kifelé a kuncsaftok. Egy ilyen malamama típusú nőnit kell elképzelni, vénlány, fehér haj, minden. Ugye szokásos körömet taplattam körbe círmivel Pokémonra vadászva, amikor egy ilyen romos lépcsőn, mert hát ugye nyilván omlik össze mindenféle dolog, a kórház területén nem nagyon újítanak föl semmit. Na mindegy, egy ilyen ősz nénike, szakorrádió, minden ott ült a romok tetején. Mi mentünk ugye Pokémonra. És valahogy nem is tudom, talán albérletet keresett így a kórház udvarán. Valahogy így kezdődött a dumcsi. Gyakorlatilag kiderült, hogy neki is nagyon jó, legalább annyira, mint nekem, sőt neki, ha mondhatni, akkor még sokkal jobb.
Mert hogy valami 2 éve vesztette el a férjét, akkor egy kicsit így megzuhant, azt nem tudom, hogy a családjával, vagy a házukkal, vagy tudom én ezekkel a dolgokkal mi lett, de nagyon úgy néz ki, hogy kuka. És azóta a néni bent lakik a zárt osztályon, néha kiszokik levegőzni, és a bérletet keres. Na hát ennyit a szociális védőhálóról így Magyarországon. Mindegy, legalább dumáltunk vele egy jót. Én nem értek a, hogy kell kezelni az ilyen betegeket, vagy egyáltalán beteg volt-e, vagy nem. De én kb. Ezt írnám föl minden bezárt szerencsétlen hülyének a helyett, hogy ilyen tuti gyógyszerekkel tömik őket az átosztályon. Mindegy. Szóval voltak elég durva kalandok oda bent. Yep. Sikerült fogynom 2 kilót, ez most így jött. Tehát gyakorlatilag egy hétig voltam bent, megkaptam a kórházi kosztot. Nekem ízlett. De most komolyan, jó, zsömle volt zsömlével, ezt aláírom, de hogy én mivel dagadt vagyok, elég régóta nem nagyon ettem zsömlét, úgy 10 éve. Itt már zsömle volt zsömlével, és tehát ezt nem mondom, hogy sok, mert fogytam 2 kilót nyilván. Meg hát nem is volt elég éhes is voltam, de hogy, tehát az látszik, hogy most attól, hogy nincs pénzük kajára, még megpróbálják menteni, ami menthető, tehát egész jó pofa dolgokat kaptunk, tehát mit tudom én, volt olyan reggeli, hogy 2 szelet kalács, egy ilyen kis tubus mézzel, hát hülye vagy? Jó, ez mondjuk csak egyszer volt, egy hét alatt, de a többi se volt veszélyes, mit tudom én, zsömle párizsival, vagy ez meg az. Ebédre mindig megpróbáltak szerválni valami kis nyomorult gyümölcsöt, tehát elég sokszor volt alma. Jó, nem ez a baszott nagy alma, amit mit tudom én veszel, hanem a kis töpszli, gondolom az olcsó alma. De hogy látszott rajtuk, hogy azért próbálkoznak, tehát mit tudom én, ha más nem, akkor egy kovászos uborka, alma, bizbasz, szírszar. Tehát, hogy valami gyümölcs mindig legyen a nyomorultnak. Jó, hát az adagok nem nagyok, és főleg főzelék nyilván. De abból is legalább raktak bele natúrhúst, meg ilyesmit, úgyhogy... Na mindegy! Lényeg a lényeg, hogy az egyébként nem volt annyira katasztrófa, mint amennyire így hallani. Még esküszök gondolkodtam rajta, hogy be kéne iratkoznom a kórházi menzára, mert akkor ezzel a lendülettel le tudnák ugye fogyni. Ja, ami egyébként majd a végén visszatérünk rá, egy elég komoly projekt lesz a továbbiaknak. Na de térjünk vissza a második nagy szökésre, meg a buzaráns erengére, hogy mennyire szereti Malát az erengé, mert mindenki mondja, hogy jaj az erengé, meg jaj Mala, meg nem figyelsz oda. Ez is egy újabb bizonyíték arra, hogy az erengé egy buzaráns köcsög. Na, nem is tudom már melyik nap, majd a kukac megmondja, tényleg nem tudom. Elég egybe folyik ez a hét úgy, ahogy van. Lényeg a lényeg, hogy terveztük a második nagy szökést, mert már nem bírtam idegileg, meg szarni is kellett így 3 nap után, meg zuhanyozni. Úgyhogy ez valószínűleg vagy szombat, vagy vasárnap lehet, hogy én már nem akarok hazudni. De igazából mindegy is, hogy melyik nap volt. Eldöntöttük, hogy itt úgy csatörődnek az emberrel, megvárjuk az ebédet. Várjuk. Na tessék, mindjárt megyek a Dili házba, tehát várom. Hát mondjuk igazából telefonon tartottuk végig a kapcsolatot, tehát mondhatom, hogy vártuk az ebédet, na mindegy. És utána, sunyiba, Mission Impossible zenére, Mala kilopakodik az épületből, felugrik egy buszra, hazajön, teli szarja a WC-t, zuhanyzik egy nagyot, felégeti a ruhát, kicsit agonizál a gamer székébe, aztán takarodik vissza a kórházba, mielőtt lebuknánk. Ez egy szuper terv. Gyorsan mentem ott egy ilyen Pokémon kört azért a kertbe, közben néztem, hogy nem áll túl sok nővér a erkélyen bagózva, de nem. Megnéztem, nagyon profin, nagyon modernű, okostelefonon, hogy mikor jön ez a tetves busz, és amikor már csak ilyen 1 perc volt hátra, hogy jön a busz, na akkor úgy főbejárat, busz, minden,
Közben Gregorral tartottuk a kapcsolatot élőbe, hogyha meghalnák, akkor legyen róla tanú. Na, és most jön az erengő. Találjátok ki, hogy mivel szopatott le az erengő. Na, mivel? Pont az a csajon, hogy négy hülye gyerekével szállt fel a buszra, akik minden nap jönnek látogatóba, ugyanabba a tetves kórházi szobába a átelemben lévő bácsihoz. Tehát mennyi arra az esély, hoppá, mindjárt lerúgom ezt a szart, bocsánat, mennyi arra az esély, de most komolyan mennyi arra az esély, hogy Pesten, nem egy 30 fős faluban, hanem kibaszott Budapesten, egy kibaszott BKV járaton, ami egyébként geci hosszú, pont felszálljon ugyanaz a szerencsétlen a négy gyerekkel, bazd meg, aki tudtam, hogy le fog bukrani. Na erre mennyi az esély, kedves erengé? Gyakorlatilag szerintem a hatos lottó találatra van ennyi. Na mindegy, meg volt a nagy cökés, hazamentünk, blablabla. Elintéztem, amit el kell, vissza kórház, és másnap hallottam a kérdést, bár nem lett belőle baj, mert nyilván nem a nővérek, meg az orvosoknak szóltak, meg különben is bunkók már lebácsiztak, hogy megkérdezték, hogy mindegy. Szóval volt belőle úgy, hogy láttak a buszom. Tehát innen is közölöm, kedves erengé, a jóságodat, meg hogy figyelsz rá. Valamelyik felhő szélére. Ilyen azért a mesébe sincsen. Na, minden esetre eljött az augusztus 20. Én ezt nem tűzijátékkal ünnepeltem, hanem Pokémonnal. Beizítottuk az XP-s odautajást, meg tudom hirtelen, hogy hívják azt a füstölő lófaszt, ami oda vonza a pokémonokat. Azzal toltam lent sötétbe a parkba. Hát egyébként annyira durván sok pokémont nem vonz ez a füstölő, viszont annál több szúnyog volt. Legalábbis lehet, hogy a szúnyogokat én mondom, de hogy szarrá csipketek. Tehát gyakorlatilag ott várod a kis füstölőt, de meg a telefonon, hogy jön a pokémon, és akkor a kurva. Tehát gyakorlatilag több szúnyogot vonzott ez az egész projekt, mint Pokémon, de nem baj, ez is meg volt. És akkor jussunk el a végéig, mert sose lesz vége. Gyakorlatilag szerdán nagy nehezen eljött a nagy nap, van orvos az épületben, meg fogják csinálni a vizsgálatokat. Úgyhogy mit tudom én, reggel héttől én ilyen vigyázba ültem az ágyon, hogy na, legyen már végre valami. Nagy nehezen előkerült a betegszállító, mondta, hogy egy órára megyünk, szívultran, GKG, terhelés, az üzlet. Hát mondom, jó van. Akkor egy óra, mindegy. Délután, hát délután ott adjanak meg, nem baj. Legalább megvan az időpont. Betegszállító meg is jött időre. Ez nem tudom, milyen kórházi szokás, hogy az embert ilyen kis kocsikba tologatják, de mindegy, nem perlekedtem, toljon, ha akar. Mentünk kis kocsival körbe a kórházba. és gondolom, a kardiológián egyetlen egy orvos van. Vagy nem tudom én mennyi, én egyet találkoztam, egyet láttam. Egy ilyen 80 és a halál között ősz doktor úr. Engem így toltak a kocsival, az meg abban az pillanatban ment kifelé a folyosón. Még így szólt neki a fickó, aki tologatott, hogy doktor úr, itt a beteg, mondta, hogy mindjárt jön, de így ránézésre épp szunyókálni ment, vagy nyugdíjba, én nem tudom. Szóval engem úgy leraktak a folyosón, a doktor az így elment a balra, már éreztem, hogy ez nagyon jó lesz. És körülbelül egy 20 perc várakozás alatt egy ilyen kisebb csődület alakult ki a folyosón, mert közben hozták a következőt ilyen tolóágyba, tolószékbe, mindegy, hogy érkezt. Tehát 20 perc alatt már hatan voltunk így a folyosón. Így ránézés a többi versenyzőre, akik így kb. Ennyit tudtak csinálni, így éreztem, hogy nem biztos, hogy én leszek az első, akit megvizsgálnak. Bárha még elég sokáig szonyogokál délután egytől mondjuk négyig a doktor úr, akkor ebből három elpatkol, és akkor nincsen vele több gond. Legalább előrébb jutok a listán.
Lényeg, hogy megint nem akarok hazudni, de körülbelül 2 órát ültünk így a folyosón. Ma él. Menet közben még az utolsó nővér kucsa zárta az ajtót, és az is elhúzott a szintről. Éreztük, hogy az nagyon jó lesz, én legalábbis éreztem, közben olvasottam kis könyvet izén. Aztán nagy nehezen csak elkaptam egy nővért, és így mondtam neki, hogy így nagyon jó, meg minden, de nem tudja, hogy hol ment a doktor úr, mert ha nyugdíjba, akkor inkább hazamegyünk, mert ki tudja, mikor találnak még egy orvost a kardiológiai szintre, ugye? Hát mondta, hogy ez a doktor úr, hát ez ugye ilyen, meg de hogy fölhívja. De fölhívta a orvost, aki mondta, hogy nagyon jó van, és akkor visszajött. Kamar éget, érted? Tehát ez a nagy magyar orvosi ellátás az meg. Mindegy, visszajött. Akkor, hogy megcsinálják a szívultrahangot, hát egy kicsit szurkoltam neki, hogy hát ez egy kurva jó, mert mondjuk 800 éves tapasztalata biztos van, csak az a baj, hogy nem biztos, hogy ellát a monitoring. Ez egy fasz, hogy milyen szemben van egy ilyennek, de minden ott volt a nővére, kicsit bíztam benne, hogy majd a nővér legalább lát, de nem, mert a doki saját kezűleg végezte a projektet. Bízunk a legjobbakba, bár mondjuk, mit tudom én azt nem bíznám rá, hogy nem tudom, ha ki tudja válogatni a lencseit, mint hamupipőke, akkor jó, nem tudom mennyire lát a fickó, mindenesetre megnézte a monitort, azt mondta, hogy nem szív eredetű a projekt, hanem mozgásszervi, tehát hogy itt valahogy itt a mellkasnál, jó, hiszem is, nem is azóta, és minden esetre felrobogtam az emeletre, megmondtam nekik, hogy megvolt a vizsgálat, kurva gyorsan húznák innen a gecibe. És nagyjából arra jutottunk így a leletek meg minden lófasznak az eredményébe, kurva gyorsan le kéne fogyni, nem akarsz megdögleni paraszt. Mert statisztikai alapon a magyar férfiak 40 év és 50 éves kor között, legalábbis azok, akik ilyen szép tehetek, mint én, tehát nem úgy, mint te, hanem mint mondjuk akik én, annak az, ugye az 50%-a az 50 éves koráig az úgy elmegy. Mert hogy simán lehet, hogy attól vagy rosszul, hogy körülbelül 147 kiló vagy, ez megterheli az egész rendszert úgy, ahogy van. Közben vannak ezek a jó kis 40 fokos melegek, a koleszterined az egekbe, meg a vércukrod, meg minden szarod. Hát persze, hogy rosszul leszel köcsög, jön még esetleg egy front is, amit mondjuk az előző 41 évben nem vettél észre, de csak öregszed, és előbb-utóbb meg fogod érezni azt is. És nagyjából mindezeknek a közrejátszása okozhatta ezt a rosszul létet. Úgyhogy most nagyjából itt tartunk. Jelenleg 145 kiló vagyok, ketté már lejött. Kórházi koszt rulez. Ugye most egy kicsit így átgondolva a dolgokat, hát nagyon keményen ráfekszem arra, hogy valahogy leadjuk ezt a súlyt. Isten áldjon meg mindenkit, ne adjanak jó tippeket, jó? Tehát ilyenkor szokott bekövetkezni az, hogy mindenkinek van tuti ötlete, hogy hogy fogyjál el. Azokból az ötletekből, mert pláne nem kérek könyörgöm, tudom, mindenki a legjobbakat akarja, mindenkinek igaza van, mindenkinek elhiszek mindent, de nem kérek ilyen tuti tippeket, ha is sportoljál, ne egyél annyi. Tehát így, ez nem erről szól, tehát ennyi erővel oda mehettek egy kemény drogoshoz is, hogy hát ne szúrjad, hát kagyd abba. Tehát ez nem egy ilyen nagyon könnyű dolog. Aki már csinált hasonlót, az tudja. Aki nem csinált hasonlót, csak belepofázik, az meg úgyse tudja. Szóval léci ne, mert csak 200-as vérnyomást fogtok produkálni nekem. Aztán összevesztünk, és még kevesebb néző marad, úgyhogy ha lehet kérni, akkor köszönöm, nagyon szuper tippeket nem kérek. Nagyjából van egy elképzelésem, amit el is kezdtem megvalósítani, rengeteg Pokémont fogunk fogni, sokkal több mozgás lesz benne, a kaját azt meg fogom tudni elvileg egész jól oldani. Vannak ezek a szuper kajarendelési lehetőségek, teletár és társai,
Még nem döntöttem el pontosan, hogy melyik lesz a befutó, de vannak ezek jól kiszámolt adagok, amiket kihoznak, nem kell vele szenvedni, nem kell főzni, nem kell semmit csinálni, csak a csöngetnek át kell venni a tápot. Úgyhogy valamelyiket hétfőtől júzolni fogjuk, hogy melyiket pontosan még nem tudom, és azért hétfőtől, mert ez hétfő, kedszerre, csütörtök, péntek, szombatra hozzák ki. Ha egybe rendeled meg, akkor még olcsóbb is. Úgyhogy most már ezt a péntek, szombat, vasárnapot megoldom kajaügyileg úgy, ahogy a kórházban láttam. Gyakorlatilag zsömle párizsi nagy baj nem lehet. Jep, úgyhogy ez egy elég komoly projekt. Erről majd igazándiból nekik is beszámolok, mert 6 hét múlva vissza kell menni ugye kontrollra. Addigra szeretnék valami korrekt eredményt produkálni, meg hát majd Facebookra, vagy nagy Isten, néha csinálunk róla videót is, hogy hogy halad ez a projekt. Lényeg, hogy a célszám 147 volt eddig a max, a mérleg 150-ig mér, még valamelyik héten rögtünk is rajta, hogy olyan lesz, mint Csernobil, hogy 150 fölött már, hát ugye 150, többet úgysem mutat ki, pont jó. Várja, hogy volt az a hülye beszólás, hogy nem túl jó, de nem is tragikus. 3,6 ugye. Na mindegy. Úgyhogy nektek is be fogok számolni, akár érdekeltiteket, akár nem, hogy hogy halad a projekt. Nyilván nem minden nap, mert az hülyeség, de úgy mondjuk olyan heti szinten, hogy haladunk valahogy ezzel a, hát a nagy fogyás projekttel, mondjuk úgy. Na, jó, hát így nem tudom mennyire röviden és tömören, ennyi lett volna így az elmúlt másfél hét összefoglalva, nem volt túl kellemes, viszont tapasztalatnak olyan szempontból nagyon jó volt, és azt mindenkinek tudok ajánlani. Ne sajnáld rá a pénzt, keress inkább egy rendes kórházat, egy rendes orvossal, ne bízd magad a kóklerekre. Mert hogyha nincsen komoly bajod, akkor túléled, de gondolj bele, hogy mi van, hogy a komoly bajod van, és nem tudsz magadért cselekedni, akkor nagy copás. Meg mondjuk, hogyha komoly baj lett volna, hogy mondjuk 2 napon belül megdög lesz, ezek ugyanúgy megvárták volna a 4 napot a vizsgálattal. Tehát ez sajnos egy ilyen szomorú dolog, hogy a TB-s ellátás az arra jó, hogy megdögölj. Pont.